nagyon siet. Igen, egy nagyon fontos találkozón van. Biztos vagyok benne, hogy átver. Hello. A tiéd, szerelmem. Szia. A sokat emlegetett unokatestvér. Unokatestvér? Ha tudnád. Zoé, folyton csak rólad beszél, Matilde. Helyben vagyunk. Mondanunk kell valamit. Maga ügyvéd? Igen. François de Bruyne vagyok. Szintén ügyvéd. Sajnálom, ügyvéd úr, de most ne már tényleg... Ne ügyvéd uram azon. François vagyok. Legfeljebb a 10 évkor különbség lehet köztünk. Matilde valójában a csajom. Pár hónapja vagyunk együtt. Ez van. Nem, az nem lehet. Kint várlak. Szevasz! Nem hiszek a véletlenekben. Nyilvánvaló, hogy nálam kell dolgoznia. Nagyon kedves és igazán hízelgő, de elköteleztem magam, és most mennem kell. Nem érdemlik meg. Szerelem Jaipurban. 2 évvel később. Anne és François szeretettel meghívja önt az esküvőjére Jaipurba. Pierre meg a csaja végül jönnek? Ott lesznek. Thierryék? Persze, hogy jönnek. Ez van. De miért hívtad meg őket? Mert azt hittem, úgysem jönnek el, de nem jött be. Mi a baj? Jaj, fejezd már be. És ne fagyízz össze mindent. Mert itt nem felejtetted el? Nehéz lett volna, én vettem a repülőjegyét. Jaj, köszönöm, édes vagy. Lehet, hogy képzelődöm. Vagy tényleg ennyire bepánikoltál az esküvőtől? Csak képzelődsz, édesem. Biztos? Ismersz. Először is rettegek a repüléstől. Igen, ez igaz. Ráadásul egész Indiáig repülünk. De nem számít, mert szeretlek. És jóban, rosszban mellett. Hát ez igazán kedves tőled. Akkor a menetrend. 3 óra múlva indul a gépem. Nyilván ütöm az évszázad üzletét az indiaiakkal. És végül az utolsó simítások az államesküvőhöz. Szuper. Na nem! Így az anyád szeme láttára, bocs, de ne, ki van zárva. Itt ne felejtsd nekem. Jaj, de hogy. Amint megvan az engedély, megyek és viszem utánad. Nem marad itt. Mindig úgy képzeltem, hogy ő vezet az oltárhoz. Tetszett volna neki az indiai esküvő. Úgy hiányzik. Tudom. Ne aggódj. Mindketten ott leszünk. Becsavarom a mennyasszonyi ruhámba, hadd örüljön. Miért el elhurcolni az esküvőre? Neki már úgyis csak mindegy. Én tudom, de a férfiak ilyenek. Csüngenek az anyjukon. Ez mondjuk igaz. A beszállás befejeződött. A turista osztály a függőnek... Oké. Ébresztő? Nem lehetett volna a biznisz osztályra? Ha már az első osztály nem jött össze. Aj, Betty! Már azt hittem, hogy el sem jössz. Olyan könnyen nem szabadul. Még szerencse. A kis húgom az esküvőjére repül Jaipurba. Nagy tapsot kérek neki. Bravo! Tessék, ez segít megtartani a pasidat. Valami életvezetési tanácsadás? Betty, tiszta hülye vagy. Amért eljöttem, igen. Kinyírsz minket. A szüleink is egy repülőn haltak meg. De nem haragszom rád, mert annyira szeretlek. Megint itt áll, igaz? Tegnap iszogattam. Nem keveset. Gyógyszert is vettem be, és ez nem túl jó kombó. Lazulj le, lélegezz, mindjárt felszállunk. Megörcsölj. Hozzatok mellé valamit. Maga megőrült? Mindjárt jövök. Azt
asszonyom ide nem jöhet be, kérem! Jaj, ne! Mayday, vészhelyzet! Műszaki problémánk adódott! Agnes, tüntesse el innen! Községbe biztonsági üveiket. Nagyon sajnálom, nem direkt csináltam. Könyörgök, a húgomnak ne mondja el, szegénykém súlyos szívbeteg. Lép le, Ülibe, beköti magát, és el sem mozdul. Mi történt, hanem sincsen? Itt a kapitány beszél. Műszaki problémák miatt kényszerleszállást hajtunk végre Jaipurtól 300 kilométerre. Kérem, kövessék a személyzet utasításait. Hölgyeim és uraim, megkezdjük a leszállást. Kérem, kapcsolják be biztonsági öveiket, és állítsák lépőket függőleges helyzetben. Te bolond vagy! Babu, babu, hova igyed? Babu, hova igyed? Elbűvölő a porcelánjuk. Joggal kérik meg az árát, de kizárt, hogy megadjuk. Ismerik az ajánlatomat, önökön a sor. Nyilvánvaló, hogy nem vagyunk egy súlycsoportban. Önök az erősebbek, de ügyfelem ebben nem megy bele. Nézzék meg Kínában, hogy ott vagyok-e. A francia szakértelmet és gondosságot ott hiába is keresik. Most fontos dolgom van, a nejem hív. Megérkeztél, szerelmem? Halló, nem hallok semmit. Halló, édesem, rossz hírem van. Kényszerleszállást hajtottunk végre a semmi közepén. Igen, a Calvary Hotelben. Az Abbey Roadon, ha jól értettem. Érted, megyek. Ne őrülj meg, az autóval 6 óra. Valami busz visz minket Jaipurba. Fel ne szállj arra a buszra, nagyon veszélyes. Kitalálok valamit és visszahívlak. Csak igyekezz, mert fontos programom van. Nekem is. Nagyon szeretlek. Nem igaz. Csodás, ez jól kezdődik. Excuse me. Na, csak hogy itt vagy, mindenhol kerestelek. A bőröndedet a busz hozza, ami Jaipurba visz. Nagyszerű. El sem hiszem, hogy túléltük. Excuse me. François, most keres valami kényelmesebb utazási módot. Mit csináljak, tökéletes? Anne de l'Orme, Monsieur François menyasszonya? Yes. Monsieur François, masszást rendelt önöknek, míg várakoznak. Fáradjanak velem. Hát ez csodás. Mi baja van? François kényeztet minket. Ugye mondtam, tökéletes. Hűha, ez nem semmi. Nézd, még kaja is van, majd éhen halok. Nagyon sossz. Köszi, François. Ez isteni. Meg is vagyunk. Ezt kóstold meg! Kisasszony. Én? Igen, te. Thank you. You're welcome. Beszél franciául? A jelek szerint. Dobd le magad. Nekem csak a hátam fáj egy kicsit. Amúgy nincs szükségem ilyesmikre. Érthetőbben. Ez a kis magánszám, a kézenállás, az orra a hátsomban, nagyon nem az én világom. A mademoiselle nem kér body-body masszást. Nem. Nagy kár. És madám? Nagy kár. Na, lássuk. Nem igaz. Igen, ott pont az a pont, az... Szóval, madame, francia vagy? Vas logika. Ráadásul párizsi? Ezt meg honnan veszi? Az őrült magabiztosságod, a feszes izmaid és a csípős megjegyzéseid elárulnak. Több közhelye már nincs. Na, erről beszélek. Az alkarod is nagyon feszes. Azt nem csodálom. Órák óta cipelem a mennyasszonyi ruhámat, a bőröndöt és a... Igen, tudom. Jaj, ne, az unnám! Az unnám! Csak lélegezz! Azt a barmat, persze, hogy lélegzem! Mi van? Nem hiszem el. Itt fejezzük be. Aranyos fiú vagy, de ez most nem megy. Várj már, ne rohanj!
Már úgy sincs más, szívesen túlóráztam volna. De van. És ráérek. Nem, ilyen nincsen. Nem. Igen, hölgyem? De Bassis, Berard, de Bassis. Hol vannak a buszok? Mert elmentek. No. Micsoda? Szenvedettek szét? No, no, taxi. Szívesen, hölgyem. Ja, mindjárt besírok. Őrület, mint a szex, és még szexelni sem kell hozzá. Fogjuk rá. Peti, Peti, az úrna. Mondd, hogy te kivetted a buszból. Dugulj most el, jó? Elnézést, segítség kéne, van kocsia? Igen, van. Nagyszerű. De melózom. Nem látod, hogy melózik? Rosszul fejeztem ki magam, nagyon fontos, fizetek. Mit képzelsz, kibérelsz, mit egy tárgyat? Nagyon kérem, segítsen. Ön mondta, hogy úgy sincs már itt senki. Lehet, de van magánéletem. Utálom, amikor ilyesmikre vesznek rá. Végeztünk, köszönöm, vége a masszázsnak. A francia nőkkel mindig ez van. Az agyam eldobom. Üvöltöznek az emberrel, utasítgatják, és a végén mindig beleviszik a hülyeségbe. Erről tessen már magára egy kis együttérzést. Ne jelzd nekem a Kolumbuszt, nem vagyok a gyarmatod. Mondjuk Kolumbusz épp genovai volt, és a spanyoloknak dolgozott. Pont nem izgat. Elmentem. Sietek. Itt találkozunk. Várjon meg! Várjon már meg! Csodás. Köszi. Igaza van, nagyon párizsi voltam, és sajnálom. De ez élet-halál kérdése. Várjon. Magán a pár órájába kerülne, hivatalosan meg napokba telne. Nem kizárt. Errefelé így mennek a dolgok. Nézd, a masszázzal mennyit keres? 10 vagy 20 eurót? Megadom a százat. Megint kezdi. Könyörögve kérem. Péter, hol a pénze? Pénzem! 2 heted volt, hogy előkapart! Szóval hol a pénzem? Szimpi barátai vannak. Csak nem valami tartozás. Mennyi az annyi? 30 000! Rupia? Az... Euróban az mennyi? Kerekítsünk 400-at. A felét most, a felét meg, ha meg lesz az urna. Oké! Benne van? Stopp! IP! Tessék! A fele most, a fele meg, ha megvan az urna. Okos kutyus vagy. Na, meg is van, akkor indulhatunk. A sivatag közepén szállt le a gépük, és busszal hoznák ide. Egy kicsit aggódom. Ha úgyis ott vagy a közelben, legkorábban kedden? Szahib. Akkor hagyjuk, de köszönöm. Igen, nagyon jó lesz. Mi újság? Volt már jobb napom is. Megjött a mennyasszony? Úton van. Megkaptam az engedélyt a nagykövetségtől. A házasságot a francia állam is elismeri. Király. Na gyere ebédelni. Tudod, hogy mindenben segítek? Persze tudom. Nincs valami garázs, ahová a buszokat viszik? Megkeressük. Remélem, különben még az esküvő előtt elválunk. Itt esküdni, ahol a szerelmi házasság nem létezik. Ilyen is csak egy burzsújnak jut eszébe. Az eszem megáll. A spiritualitás fellegvárában. Az ember nem várná, hogy ilyenekkel találkozik. Már bocs, de nem én akaszkodtam rád. Ha nem tűnt fel, épp segítek. Ha nem tetszik, szállj ki. Semmi gond, kérem a 200 eurómat. Amúgy miből van a tartozás? Üzérkedik valamivel? Remélem, jó ügyvédje van. Csak egy egyszerű masszőr vagyok. És a helyzetet néha ki is használja, igaz? A helyzet adja. Amúgy a 400 eurón felül. Amiből 200-at már odaadtam. Uh-huh. Lesz még a benzin és a veszélyességi pótlék. Sosem tudni. Szálljon vissza a földre. Miért üldözzük azt a buszt? Elvesztettem az anyósomat. Vagyis az urnát az anyósom hamvaival. Maradj a kocsiban és várj. Eszedbe ne jusson kiszállni. Jézus. Halló, Franzó, szerelmem. Nem, most nem tudunk beszélni, épp masszíroznak. Igen, majd visszahívlak, puszi. Jaj, de aranyos vagy, vád? Vád? Várj csak, vád? Á, Mani!
Oké, oké. Mi van, gyerekek? Ma nincs iskola. Türelem, ne tolakodjatok, jut mindenkinek. Nyugalom, türelem, srácok, ne tolakodjatok. Sokri. Jól van. Jaj, ne tolakodjatok, hey! Gyerekek. Mit mondtam neked? Bocs, hogy emberséges vagyok. Ennyire rossz a lelkiismereted? Gőzöd sincs az itteni dolgokról. Én legalább teszek valamit. Igen, ártasz. Szállj be a kocsiba. Elfogyott, gyerekek, nincs nálam több. Hú, de jó ég, de sokan vagytok. Szervusztok, srácok, bye-bye. Hadd csukjam be, így néz. Most mondd meg, mit csinálja. Gőzöm sincs az itteni dolgokról. Engedd el, hadd csukjam be. Szálljatok le, gyerekek. Nem szabad. Eszényes. Jó, Istenem, ez förtelmes. Jó napot! Hello, do you speak English? No. No English? No, no. Rám bíznád ezt? Hey! Hát na bakbasz, mi budjai hé. Usmi hé karás tá, usmi szászki hász jahanti. Áp log gáli gáli közben dek szaktó. Ez volt az, na végre. Nagyon kérlek! Add vissza! Add vissza az urnámat! Hé, hey, ezt kóstold meg! Nagyon ütős! Egy gyerek ellopta az urnámat. Semmit se tehettem. Bocsánat! Ezt a szívást! Tudom, nevetséges vagyok. De nem ismeri François-t. És sosem bocsátja meg nekem. Azt pedig nem élem túl. Kösz, ne inni rá. Mindenki van, a pocsuk a Bilvár Market. Na, azt mondja, mindent a bilvárai piacon adnak el. Ha akarod, megnézhetjük. Tényleg? Van választásom. Köszönöm. Ez a piac? Nem, de tankolnom kell. Szóval, minek hurcolászod az anyósodat? Muszáj. Mielőtt meghalt, François megígérte, hogy elviszi az esküvőnkre. Françoisnak ez nagyon fontos, így aztán nekem is. És ön mit keres Indiában? Apámhoz jöttem. De mire ideértem, meghalt. Egy romos szállodát hagyott rám. Ő indiai vagy francia? Indiai. Mert maga nem tipikus indiai. Kösz, hogy szólsz. Anyám sötömi, apám tamil. Ez lett belőle? Tűrhető. Ha jól értem, akkor a masszázs csak a hobbija. Mondhatjuk így is. Párizsban tanultam rejkézni, imádtam. Ismeri? Masszőrként dolgozom, semmi több. Szóval szerelmem. Csak hogy. Úgy örülök, hogy hallak. Már azt hittem, elfelejtettél. Jaj, ne butáskodj. Ismered Bettit? Most épp a masszörbe zúgott bele. Na, azóta is próbálom valahogy észhez téríteni. Még nem tudom, hogy hozlak Jaipurba, de dolgozom rajta. De hát Indiában vagyunk. Apropó, neked volt igazad. A busz le is robbant. Lehet, hogy vonattal biztonságosabb. De ott nincs is vonat. Nincs vonat? Jé, de furi! Valamit félreértettem. Minden esetre a csomagom még nem jött meg, és benne van a mennyasszonyi ruhám is. Akkor mit csinálunk? Addigra megoldódik, ne aggódj. Valamit kitalálok, majd hívlak, ha megvan a bőröndöm. Butaság volt, hogy nem együtt jöttünk. Úgy hiányzol. Te is nekem. François! Szeretlek. Én is téged. Szeretlek. Majd hívlak. Mi az? Hosszú.
Először hazudok neki, és nagyon nem tetszik. Az hazudik jól, aki egyszerre csak egyet kamuzik. A busz lerobbant, és pont. Nem lerobbant a busz, napszúrást kaptam, és a pénzemet elszedte egy hiéna. Kapizsgálod már? Már látom, kivel van dolgom. Mi az? A benzin pénzbe kerül. Köszi, madám. Nem madamozzon, Ann vagyok. Ravi. Végtelenül örvendek. Hát, még én. Ja, és tegezhetsz. Nem. Odáig nem süllyedek. Francis visszatér? François. Tök mindegy, a lényegen nem változtat. A francba, a Bettyről elfeledkeztem. Szia, édesem. Szia, Ananet. Én vagyok. Hülyeséget csináltam. Az agyamra mész. Jól van, megyek. Légy szíves, keríts egy sofőrt Annak. Csak akkor nyugszom meg, ha itt lesz. Á, csak hogy? Igen, tudom. Bocsássanak meg, itt vagyok. Hogy jutott ilyen az eszedbe? Mit csináljak? Izzadtam, mint egy ló, büdös voltam. A csóró indiaiaktól nem lophatok ruhát. Ezek viszont tele vannak zsetonnal. Miért fáj nekik? Azt mondja, így már nem kéri vissza a sáját. 100 eurót akar. Mi van? 100 eurót ezért a rongyért? Bocs, de a nővéred nincs benne az árban. Á, csak szólok, hogy most már vastagon túlórázom. Tárgyaljuk újra az árat. A végén még szerződést is írunk mi. Köszi. Elmentünk, te meg fejezd be a hülyeségeidet. Lehorgonyzom a bárban. Tudod mit? Velem jössz. Jobb, ha szem előtt vagy. Tápaszkodj. De nincs. Nem egy kémámor az élet melletted. Aláírom. Jó, tegyük fel, megtaláljuk az urnát. Időben visszaérünk, elérjük a buszt. Már mondtam, hogy igen, a főtérről indul a buszotok. El sem hiszem. Csodás. Hogy néz ki az az urna? Wedgwood porcelán, lila, kb. Ekkora. Rajta az anyósom, aki világbékét hirdet. Gyere, Betty, ne ragadjunk le. Baromi jó ez a hely. Legszívesebben mindenkit megölelik. De nem ölelgetünk senkit, nem nyúlunk semmihez. És nem szemezgetünk a férfiakkal. Kár érte, pedig olyan kis cukik. Nem ismerjük a helyi szokásokat. Te is láttad? Igen, jól néz ki. Szívesen megkóstolnám. Na jó, ti arra mentek, én erre. A végén találkozunk. Jó van, menjünk. Oda néz, egy tehén! Jöhet egy selfie Genevieve néni gyűjteményébe? Nem tudom, a tehén itt szent állat. Hagyjál már a kőkorszaki vallási hiedelmekkel, a világ fejlődik. De csak egy tehén, vágod? Na, Ariska, smiling! Mosolyog szépen. Yes, smiling! Gyere már közelebb. Betty, szerintem nem kéne. Ne kéresd magad! Betty, fényed már be, már rémes vagy. Mosolyogjál már! Könyörgök, hagyd békén azt a tehenet! Oké, na, van szó, hogy viselkedjetek! Hát maradjatok mögöttem! Á, mit művel? Betty! Most mi a tenis csináljuk? Szerintem fussunk! Fudás, fudás! Vissza se néz! El a futból! Mindjárt utol érdek! Jó Istenem! El a futból! Siess! Jó Istenem! Jobbra, jobbra! Ez már sok. Te is látod, amit én? Bravo! Ez gyönyörű volt! Húzzunk el! Húzzunk el! Gyerünk! Mari! Mari, szárja! Ne szárja! Ne szárja! Ne meg! Fuss, fuss, fuss! Szentehénnel szelfizni. Bravo! Ti ufók között nőttetek fel. Jó van már, ne feszülj be. Nőgyűlölő. Magának tényleg gondja van a nőkkel. Ne! Gyertek! Kik ezek az emberek? Mindegy, csak álljunk be mi is. Mi ez a tömeg? Csak bújjunk el közöttük. Táncolj! De hogy kell?
kacsatánc megvan? Na ez ugyanaz, csak jobban billeg a hátsót. Ennyi az egész? Már. Mi vagyok én, bankomat? Ezzel kifújt. Change? Csere? Yes. Na nehogy már egy kölyök megzsaroljon, adod ide de rögtön! Nem igaz. Nem hiszem el, ez csak egy rémálom. Nem történt meg, nekem végem van. Nyugodj meg, biztosan találunk valami megoldást. Egyszer. Csak egyszer az életben volnál képes normálisan viselkedni. Tessék? Te kiről beszélsz? Én nem is zavarnék tovább. Itt marad! Még csak elegem annyi, hogy a busz van. Már is indul. Szuper, elegem van belőled, halálosan ullak. Mindent elszarsz, nézd meg, mit műveltél! Már bocs, de többször majdnem kinyiffantam. Az ócska kis esküvőd miatt. Nekem rendezel jelenetet egy ocsmány váza meg az öreglány hamvai miatt? Ezt komolyan gondolod? Most már értem. Féltékeny vagy, igaz? Vagy nem lep meg. Egy pasit sem bírta veled egy hétnél tovább. Szivac? Én vagyok féltékeny a közhelyesen sekélyes életedre. Igen, te. Franszóára a kidőgondolom és az agyamra megy. Hallgass. Egy döglött hal is jobban izgat. Azt mondtam, hagyd abba! Mindenhová magaddal rángatsz, mert nélkülem bepunnyadnál. Te nem vagy százas. Nélküled visszaszereztem volna az urnát. Felszállok a buszra és nyugiban férjhez megyek. Mert az a nagy helyzet, hogy én szeretem az életemet, de te mindent gajra vágsz. Én rakok arra mindent. És kitörte kezét lábát, hogy a kisasszonynak mindenem meglegyen. Az asszony. Nem, még nem asszony. Én próbálok mindent jól csinálni, csak nem megy, mert képtelen vagyok rá. Ez van. Ja? A repülő meg a te hibád. Ha nem vetheted be velem a rohadt gyógyszereidet, nem hányom le a műszerfalat, és nem lennénk itt. A műszerfalat? A repülőn? Nem mondod, hogy miattad kellett leszállnunk? Elképesztő vagy! Tűnj el, látni sem akarlak többé! Ne. Csak ezt ne könyörgök, ne sírj. Légy szíves. Az anyósomnak kámpec pont az esküvő előtt, ebből nincs kiút. De mi találunk? Én segítek. Francia? Igen. Először jár itt? Igen. Először Indiában. Először repülök. Először érzem magam ennyire ostobának, kontrabának, először a padlón. Megértem. India mindenkit megváltoztat. Igazi érzelmi hullámvasút. Andelormot hívta, kérem, hagyjon üzenetet.
hova hozott? Itt lakom, madam. És miért jöttünk ide? Egyrészt, mert minden hotel teltházas. Másrészt, meg egy órán belül melón van. Harmadrészt pedig korán indulunk Bundiba urnát csináltatni. És végül, mert már csak nem egész 67 órád van az esküvődig, már ha le nem késed. Más kérdés? Mi az? A lelke mélyén maga jó ember. Nagyon mélyen eltemetve. Ne feledd, van egy szerződésünk, de kénytelenek leszünk emelni az összegen. A Jaipuri út nem volt belekalkulálva. Mennyit akar? Bekerülési áron megszámítom. Egy angyal vagyok. Nagyon jól esik. Igen, azt látom. Ravi, ott egy rendőr, és minket néz. Lassan tedd fel a kezed. Nem igaz, már megint mit művelt? Csak szivatlak. Ann! Javed és Dipika. A bérlőim. Az albérlő. Nem azt én. Fogjuk rá. Egy rupiát nem láttam még tőlük. Ha? Gaz emberek. Fussatok. Elzárom a csapot. Ravi, egy kicsit fázom. A nagyobb baj, hogy a ruháim a buszon maradtak a bőrönben. Ha? Akuti! Az egyik hódítása? Igen, a legszebb. Szóval nős vagy, és srácaid is vannak? Bemutatom a nővéremet. És a gyerekeit. Álljon meg a menet. Mi ez? Nem igaz, letegeztél? Nem hiszem el, beteg vagy? Ugye megmondtam, lázas vagy? Ann! Mi az? Ne mozdulj! Mi az? Mondom, mi hogy nem mozorog, nyugi! Mondd már, mit látsz? Hadd nézem meg! Felszívódott. Micsoda? A seprűd eltűnt, nem látom! Királyság! Igen! De vicces vagy. Jó napot! Száraz holmik. Köszönöm. Ha akarod, odafent átöltözhet. Köszönöm. Jöjjön nagyon csak. Kedves, köszönöm. Hoztam egy kis sütit is. Nem, köszönöm, Istenem. A férje az. Hogy férje is van? Van ám. Letette. Igen, 3 nap múlva esküszünk Jaipurban. Ugye milyen szép város Jaipur? Még sosem jártam ott. A múltunk után isteni, hogy én segítek az esküvői menüben. Ne lihegj túl. A kettőnk viszonya... Rég volt. Még Ann előtt, amikor még nem voltál ilyen érzéketlen. Ígyunk. A bolond fiatalságra. Ígyunk. Kukucs, megjöttünk. Kukucs. Gyérjék, passzus. Ez rémálom. Jaj, de dögösek. Jaj, hát ez nagyon puccos. Ó, Ann. Megjöttünk. Milyen érett lettél. Meg sem ismertelek. Csak vicc volt. Rászóval, hogy vagy? Hol vagy? A csomagod megvan? Csíriék megjöttek, hamarabb. Juhi! Alig van térerő. Holnap reggelre várom a mennyasszonyi ruhámat. Holnap este szerelmeskedjünk. No, ma'am. There is no booking under her name. You're welcome, ma'am. Oh, okay. Thank you. A jövendőbelid már nincs a szállodában. Sajnálom.
összejött valakivel. Mondjuk egy helyi exével. Biztos a lány búcsún van. Öregem, ha akarod, se perc alatt bemérem, hol van. Van erre egy állati jó appom. Tényleg. Hát itt vagy. Hiányoltalak. Csodálatos itt. Egy tetőteraszt akartam ide. Ide terveztem a masszást. Oda meg... egy kis meditációs sarkot képzeltem el. Egy kis nyugi sarkot. Felül meg egy nászutas lakosztályt. Kilátással a városra 360 fokban. Nagyon menő. Az. Menő vágyálom. Ez volt apám álma. Ez van. Ez az én örökségem. Egy megálmodott szálloda. Adósságözön pszichopatáknak. Soha be nem fejezett munkák. És egy féltestvér két gyerekkel. Akkor innen a tartozás. Ha csak innen lenne. Nincs más dolgod, nyisd meg a szállodát. Minden egyenesbe jön. Mert az olyan könnyű. Csak akarni kell, igaz? Igen. Addig is két állásban robotolok. Nappal masszőr vagyok, éjjel csapos. És a sofőröm. És a sofőröd. Tudod, amikor idejöttem, azt hittem, Indiában különleges jövő vár rám. De itt is minden olyan, mint Franciaországban. Megszakadok, hogy leakasszak pár ócska melót. Megyek is gürcölni. Veled megyek. Inkább ne. Nem tetszene, amit látnál. Az lehet, de ha valami bajod esik. Mi lesz az urnámmal? Kösz, hogy bízol bennem. Lötyincs egy olyat, mint a fánklubodnak. Szerintem ma este épp eleget ittál már. Bocsi. Hé, hey, gyere csak ide egy kicsit. Gyere, gyere. Sorry. Talán feltűnt. Bettivel mi? Talán feltűnt, hogy nem pszichológus vagyok, hanem pultos, és melózom. Sorry. Jaj, bocsi, nem tűnt fel, hogy majd beleszakadsz a munkába. Mentem táncolni. Ha a helyedben én nem tönném. Miért nem? Mert a fiúk itt nyomulnak. Nagyon nyomulnak. Semmi gond. Végül is ez a lány búcsú. Akkor mire vársz még? Te meg vadázd le a csitriket. Megjöttünk. Hé, ébresztő. Ez kész. Engem vernek laposra, és ő alszik. Kelj már fel! Miattad rúgnak ki! Ha nem jössz, itt alszol! Sajnálom. Majd csak visszaszerezzük az állásodat. Mit csináljak? 30 órája nem alszom. Ugye nem akarsz itt hagyni? Tudom, hogy úgysem vagy rá képes. Nem vagyok rá képes. Fogadjuk, hogy félreismersz.
Betty. Szia, Nanette. Szia. Bocsáss meg, és köszönöm. Bocs az urnáért, és kösz a letolást. Hála neked a buszon megismertem életem szerelmét. Tényleg? Már megint? Nem, benne most biztos vagyok. Olyan erős, szellemes és ragyogó. Jó, mondjuk gazdag is, de azért szeretem. Makes a neve elképesztő. Betty, te ittál vagy beszívtál? Mert olyan fura vagy. Szó sincs róla, csak megnyitotta a csakráimat. Kímélj meg a részletektől. Betty, az ég ágyom meg, nem tudnál óvatosabb lenni? Tedd fel magadnak a kérdést, mielőtt megint belemászol egy ilyen hülyeségbe. Honnan tudod, hogy én mászom bele? Mi van, ha te másztál bele? Ne ítélkezz. És légy nyitott a világ dolgaira. Namaszté. अरे ये क्या कर रहे हो? इसे कुछ सपना दिखा रहा हूँ। पता है ना पकड़े गए तो क्या होगा? ले चुप करो। इन बार चपाती बनाने से तो अच्छा है। Betty. Szerelme, mint halálig, Zoe. Helyes. Jó napot! Jó reggelt, hogy vagy? Én jól. És te? Én is. Jó napot. Amúgy sokan laknak itt? Csak mi meg az albérlők. De ők már hónapok óta nem tudnak fizetni. És te? Egyedül vagy? A gyerekek apja lelépett, mikor rájött, hogy itt... Ravi nélkül nem is tudom, mi lenne velem. Hát te? Én? Úgy tűnik, nagy bajban vagy. Dehogy. Nincsenek gondjaim. Csak egy kis kellemetlenség. Tehát, ha tényleg nem tudják fizetni a lakbért, semmi gond, bárkivel előfordul az ilyesmi. De a szállodának minden segítő kézre szüksége van, hogy az a paradicsom legyen belőle, amire hivatott. Hamare mehman ko maaf kijiye, wo angrezi filmein bahut dekhte hain. Amit én mondtam, az ennyire nem vicces. Nagyon aranyos vagy, de ennek a világon semmi értelme. Angre do garage. Semmi baj, beszéljünk másképp. Ügyvéd vagyok, ő pedig az ügyfelem. Követeljük az elmaradt lakbéreket, vagy a szálloda teljes felújítását méghozzá 2 héten belül. Ha a határidőt nem tartják, ügyfeleim eladják az ingatlant, önök pedig az utcára kerülnek. Így már világosabb? Már egy vakil honne ke náté án ápszé kehrié, ki aglé 15 dinon mein hamé hamára kirája mil zána chahiye, nahi to hamé egy ghar bécsna padega, aur áp beghar ho jaoge. Kya? Na, gratulálok. Látom, amerre jársz, ott jól bekavarsz. Szó sincs róla. Blöfföltem, de meglátod, bejön. Meglátjuk. Az urnádhoz megtaláltam egy kiváló fazekast, aki szerint... 2 napon belül férjhez megyek. Ma este Jaipurban kell lennem. Ha megvan az urna, 1 óra múlva a vonaton ülsz. Szuper. Ravi, higgy nekem, kérlek szépen. Ez egy varázslatos hely. Ennek a hotelnek lelke van. Gyönyörű, és ha egyszer meg lesz a felújítás, az összes burzsúj azért fog pedálozni, hogy itt nyaralhasson, és itt költhesse el a pénzét. Nekem elhiheted. Ebben a körben mozgok. Uh-huh. A szobák felében még áram sincsen. Nem nagy ügy. Ravi? Mi az? Csak kíváncsiságból kérdezem. Ki az a lány a fényképen a szobádban? Senki. Tabu téma. Nem. Zoe a neve.
A szerelmem volt. 2 évig jártunk. Azt hittem, együtt törekszünk meg. De ő másképp gondolta. Volt már ilyen a történelemben? Nem, szerintem ilyen még nem volt. 3 másodperc alatt dobott ki. Egy csaj miatt. Hát ez... szuper. De miért szuper? Nem, bocs. Nem úgy értem, de végül is... ha a lányokat szereti, az ellen úgysem küzdhetsz. Ezek szerint felejteni jöttél Indiába? Gondoltam, itt utolér a szerencse. Szerelmes meg többé nem akarok lenni. Túlságosan rázós. A csajozás, a szex az jöhet, de szeretni nem akarok. Hát te? Hogy én? Tudod, hogy miért vagyok itt? Férhez megyek. És? A gyakorlaton ismerkedtem meg vele, a főnököm volt. Jaj, ne! Ez annyira közhelyes. A csaj, aki ágyba bújik a főnökkel. Nagyon gáz. Apa, komplexusod van? Nem kizárt. Tök mindegy. Mert felnézek rá. Imádok vele dolgozni, vele élni egyáltalán. Több mint 1 éve kitűztük az esküvőt. Arra a napra tettük, amikor legesleg először megcsókolt. Mi van? Egyre cikibb, mint egy rossz bollywoodi film. Ilyen nincs. De igen, van. Esküszöm. Közben beesett egy nagy üzlet az indiaiakkal. Most kell szerződniük. És mivel François nagyon babonás, nem akarta elhalasztani. Ne, persze. Ti mindent nagyon megterveztek. A te szemszögedből tiszta hülyék vagyunk. De hidd el, ez így sokkal kényelmesebb és kiszámíthatóbb. Nem olyan rossz. Ki tudja, talán ez a nyerő. Remélem, igen. Sajnálom, de nem vállalja. De van egy jó hírem is. Mi az? Van egy kiváló mesterember. Ménálban van, az ide 50 kilométer. Akkor elérem a mai vonatot, vagy sem? Talán az utolsót. Induljunk, nincs választásom. Menjünk. Hangposta? François, szerelmem! Nem értem el a buszt, ami kivitt volna a pályaudvarra, de ne tudd meg, mi van itt. Nem számít. Ráadásul a jegyem tegnapra szól. A csomagom még nincs meg. Mennyasszonyi ruha nélkül meg úgysem megyek. Na de, szerencsére találkoztam egy francia csoporttal. Csupa úszógumis vén ember. Egész nap szkrebölöznek. Halára nevetnéd magad rajtuk, de aranyosak és sokat segítenek. Ha minden igaz, van egy vonaton késő este, oda fogok érni, szívem. Csókollak! Túl sok. Tudom, egyszerűbben kellett volna. Oda fogok érni, szívem. Csókollak! Na persze. Újabb hazugság. Oké, we have a good deal. Most már aláírhatjuk. Ne sóhajtozz már, mindjárt ott vagyunk. Meg sem szólaltam. Mióta itt vagyok, mintha megváltoztam volna. Nem vagyok ura a helyzetnek, de kicsit sem zavar. Tényleg?
Ezt viszont furcsállom. Micsodát? Hogy François nem hív fel. Pedig az a típus, aki előbb felveszi, mint hogy felhívnám. Azt ne feledd, hogy rémesen hazudsz. Elvesztetted az anyját. Basszus! Nem lehet igaz. Ez még mi volt? Nem. Te jó Isten! Basszus, a kocsimnak annyi! Istenem, ez rettenetes! A rohadt életbe a kocsim! Kit érdekel a hülye kocsid? Jaj, szegénykém! Ki kell persze, szabadítani ki kell szedni! Vidomabban! Nem egy állatvédő műsorban vagyunk! Fájhat. Nézni sem bírom! Jaj, könyörgök csak ezt! Ne! Francba! A fenébe! A francba! Csessze meg! Egyszer az életben van valami, ami az enyém! Sajnálom, nem én tapostam a gázba, és nem én gyalultam le egy kecskenyájat. Itt az eredménye. Mindennek itt van. A géped leszáll a semmi közepén. Az urna a buszon marad, erre jövök én. A sors akarta, hogy mindent én szívjak meg. Ne aggódj, holnap visszakapod a drága férjedet, a drága munkádat, meg a drága életedet. Gyere már! Ann! Ülj fel! Nem. Egy napra kivettem, másképp nem jutunk oda. Én nem ülök fel egy elefántra. Itt egész kiskoruk óta kínozzák őket. Elválasztják az anyjuktól, verik őket, hogy engedelmeskedjenek. Én ebben nem veszek részt. Várj, ne mozdulj! Mi az? Nem mozdulok. Meg nem otszanj. Mi van? Kész vagy? Most csináld! Mi csináljak? Simítsd végig az ormányát. Végig? De minek? Mert azt imádja. Ez az, remekül csinálod. Igen, nagyon jól csinálod. Kicsit finomabban. És tényleg megcsinálja. Hogy lehet valaki ilyen bunkó? Aján, csak viccelődöm. Teve kínzásról is hallottál már? Nem. Az ártatlanság vélelme. Isteni! Tetszik? Nagyon. Anyám imádta volna, az biztos. Szeretem, ahogy anyádról beszélsz. Biztos remek asszony volt. Bárcsak ismerhettem volna. Még egyszer köszönöm, Mári. Egyébként szent helyen vagyunk. A legenda szerint, ha egy halott hamvait itt szórják szét, a szerettei körében születik újjá. Egy angyal vagy. Neked mégsem elég jó. Mári! Minden megvan benned, amit szeretek. Nem tudom, hogy mi zajlik Ann fejében, de úgy döntöttem, bízom benne. इसका कोई दूसरा फोटो भी है आप लोगों के पास? Van másik fényképed? A mélyeim közt, de azzal most nem sokra megyünk. E-mail में है. अगर आप दूसरा फोटो भेजना चाहें, तो भेज सकते हैं. Facebook पर, Twitter पर या WhatsApp पर. Jé, rá, mérá. Wi-Fi, password. Üzeni, hogy nem a középkorban él, és van internete, mint mindenkinek. Ez itt a Wi-Fi kódja. Hát ez zseniális. Komolyan csúcs az öreg. Ez volt a jó hír, a rossz meg az, hogy kell egy kis idő. Mennyi idő? Holnap lesz meg.
Nem, ma sajnos nem fog menni. Ma este Jaipurba kell mennem. Mondd meg, hogy megfizetem az árát. Nem, a pénzed itt nem segít. A munkához idő kell. És mit mondjak Françoának? Kámszúszú? Áp logonko jék, száv a csillagti, he? Mit mondott? Kérdi, hogy ismered-e a könyv igazi jelentőségét? Ah, nem. Nem. Zádatlan bizetsi, és ezért kámuk bukszamatja. Jó, kejszá nehi, he? Jé, to bahat kucs dikti, he? Azt mondja, hogy a nyugatiak azt hiszik, a Káma Szútra csupán egy erotikus könyv. Pedig sokkal több annál. Az életre és a szerelemre tanítja az embert. He? Tényleg? Hát ezt nem tudtam. Ez Káma Szútra ne jivan száthi ke bárja még bahat kucs dikká. Szerinte a könyv segít megtalálni a lelki társunkat. Mi pedig még, vagyis te még nem találtad meg. Te jó ég, ez a kenyér valami isteni. Aki szerelmes, ne legyen fokhagymát, de már mindegy. Szép vagy, amikor fokhagymát eszel. Fejezd be. Szépségem, egy kérdés. Amikor ruhát kerestem a szobádban, ezt találtam. Erről miért hallgattál? Ez csak egy játék. Imádok játszani. Mondját más. Napa gerle éjjel héja, imádom az ilyet. Halló, Ananet. Jaipurban vagy? Nem. De isteni a kilátás a fehér sivatagra. Hoppá! Mi ez a meggyötört hang? Nem tudom, mi ez. Még sosem voltam ennyire szabad. Egyfolytában csak sírnék, és... gombóc van a torkomban, nem értem miért. Terhes vagy? Nem. Akkor lefeküdtél a masszőrrel, és szerelmes vagy. Te megőrültél. Én nem leszek a trófeája, kihagynám. Betty, a kedvemért, nem hívnád fel Françoát? Mondd meg, hogy csak holnap érkezem. Találj ki bármit, én nem bírok tovább hazudni. Jó, falazok neked. De fogadj el egy gondolatot az idősebbtől. Nem vagy házas, amíg nem vagy házas. Halló? Puszi? Találtam nem messze egy kempinget. Mehetünk oda is, vagy maradhatunk itt is? Nem. Aludnom kell. Két nap múlva esküvő. Halló? Halló? Szia, François, Betty vagyok. Nem zavarlak? Annal történt valami? Dehogy. Ha nem? Ha nem? Holnap érkezünk, csak ennyi. Mi az, hogy csak ennyi? Ja, igen, az van, hogy gyomorrontásunk van. Az indiai konyha anyám, a nem egyszerű. És? Nincs és. Holnap érkezünk és pont. Ma megkaptam a bőröngyét. Az a busz hozta, amivel Jaipurba kellett volna jönnötök. Hogy van ez? Na szép. Kémkedsz is? Az előbb mondtam, hogy gyomorrontást kaptunk. A falnak beszélek? Adjuk ezt. Ti pasik soha semmit nem értetek. Halló? Halló? A francba. A pasik mindegy formák. Na, Betty. Nem normális. Itt vagy még? Szállj le, én megetetem.
ügyes voltál. One bedroom is okay for two persons. Sorry, ma'am. There is only one tent left. I'm sorry. Sorry. Nem értem, mi baja van. Mi az? Azt mondja, van még egy csátor, és mégsem adja ki. Indiában vagyunk. És? Itt csak a házasok aludhatnak együtt. Ez a szabály. Tiéd a sátor, majd én elalszom itt. Ja, Isten ments, nekem tényleg jó lesz itt a tevével. Nem hagyom, hogy vele aludj. Holnap visszaadod. Ezt úgysem fogja bevenni. Na gyere. Sorry, sir. I think you misunderstood. Look, we are married. What? Yes, come. Yes, yes. See. Oh, honeymoon. Just yes. Married. Okay. Surprise, surprise. Come with me. Come. No, tessék. Come. Come with me. Surprise. Come. Ladoos, yummy. Good. And surprise for you. Honeymoon style. Don't surprise. Bunny Nui. Jaj, de jól esik. Mintha egy hónapja éheznék, köszönöm. Maguk franciák? Igen. Csak nem Nász úton. De igen. Nekünk a 15. évfordulónk. Milyen kedves. Bátrak vagyunk. Ez micsoda, Ravi? Csak menj. Ugye, hát mit adsz? Után futott. Egy egész megállót sikerült utolérni a következőnél. Felszállt hozzám és megcsókolt. Rögtön tudtam, hogy ő lesz életem szerelme. Yeah. Nagyon de szép. És maguk? Amikor megismertem, legszívesebben felképeltem volna. Ez komoly. Én meg nem értettem, hogy lehet valaki ennyire gyerek. Na tessék, hát erről beszéltem. Néha megfordul a fejemben, hogy ez valóban Nász út-e vagy az utolsó esély útja. Nem korai ez még? Egyikünk sem fog megállni. Se te, se én. Még ha ez olykor ijesztő is. Igaz. Ann gyönyörű, lobbanékony, nagyon okos és szellemes. Utálom, amikor sír. Amikor megfeledkezik magáról és mosolyog. Úgy érzem, szeretem. Milyen szép.
Te miért nem mondasz nekem soha ilyeneket? Dehogy is nem mondok. Ne mondd már. Ravi. Tessék. Nem, semmi. Ha én most François lennék. Szorosan hozzád bújnék. Hallgatnám a légzésedet. Megcsókolnálak hosszan. A szádat, a nyakadat, a melletet. Magamhoz szorítanálak, és azt sújtom, nem megőrülök, érted? Ne. Jó van. Akkor kimegyek a tevéhez. Ravi! 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 Ne csináld! Ravi! Mit keresel te itt? Kicsit paranoiás vagyok. És hogy találtál rá? Drága barátainknak, kiérjéknek van egy alkalmazásuk, amivel bárki telefonját bemérik. Hát igen. Úgy örülök, hogy rám találtál. Bettyvel csúnyán összevesztem. Azt sem tudom, hogy kerültem ide. Hamut már nem tudtam beletenni. Tökéletes, köszönöm. Jó, várj. Tessék. Tessék. Köszönöm. Jaj, anyukám! Remélem nem volt túl hosszú az út. Ha a hambak beszélni tudnának.
Jó vagy? Igen, semmi baj. Csak elaludtam. Csúnya rémálom lehetett. Ne! Kya pooch sakta hoon? Aap log yahan kya kar rahe hain? Elképesztő, mintha arról a festményről mászott volna le. Szerelmeskedjünk. Csókolj. Hosszan. A számot. A nyakamat. A mellemet. Szoríts erősen magadhoz. Mondd, hogy bolondulsz, értem? Hiányoztál. Már azt hittem, el sem jössz. Bocsáss meg. Pánikba estem. Betty az. Hello? Ananette! Én vagyok az. Lenne egy kérdésem a birtokháborításról, mert most visznek be a Jaipuri rendőrkapitányságra. Börtönben van, nem lep meg. A tesód új dilie, hogy a Maharadzsa palotájában csövezik? Ez a nőszemély nem normális. Először is hogy beszélsz róla? Másodszor nem tudhatta, hogy átverik. Harmadszor nem hagyjuk a börtönbe rohadni, csak mert ülésrendet kell csinálni. Nem ismerek rád. Tényleg nem? Nem tudom, mi történt veled, de mint akit kicseréltek. Nem történt semmi. Semmi se történt, csak az anyád miatt na vagyok nem. Kicsit. Nem. A legkönnyebb anyámra kenni. Hagyd ki ebből őt, légy szíves. Akarsz még a feleségem lenni? Persze, hogy akarok. Menjünk. Hol a nővérem? Oké. Namaste, my sister. Ananette! Betty! Sajnálom! Annyira sajnálom, hogy el sem hiszed, de az egész egy szörnyű félreértés volt. Ártatlanok vagyunk, esküszöm. Egy egészen aprócska félreértés. A Maharadzsa általában kedves. Az anyja szobra miatt pipult be, de azt újra faragják. Miért jön minden pasi az anyjával? Ha? Szerintem kicsit még féltékeny is. Még soha nem keféltem ilyen belevaló csajjal, ilyen szexbombával. Jaj, szerelmem.
Én Mukesh nélkül sehova sem megyek. Jaj, édesem, aranyból van a szíved. Kifizetnéd? Szerelmem. साल अपन को दो हाथ के हमारा साले की हवा टाइट हो गई ए पैसा कहाँ मेरा मेरा पैसा दे दे नहीं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूँगा पैसा है आप उसे नीचे भेजने लगे संभाल के रवि केस वाजुंग Visszakötöttük az áramot. Elment, igaz? Igen. Kár érte. Megkedveltem. Gyere, bemutatlak. Á, szia! Mi vagyunk az unokatesó. Marie, Clementine és Beatrice. Szia. Nagyon örvendek, nem sokára találkozunk. Igen, persze. Megjött. Thierry, kész rémálom. Hát igen, nekem már elég volt. Na, örülök, hogy látlak, Anne. François egész padlón volt. Ah. Persze, Marie mellett nem unatkozott. Az a lány szeret téged. Marie? Marie, tudod a nagykövetségről? Hogy ne tudnám. Léza! Annyira örülök. Olyan jó, hogy eljöttél. Alig várom, hogy lássalak mennyasszonyi ruhában. Jaj, ne. A francba. Betty, szarban vagyok. Elfelejtettem a... De mit csinálsz? Azt mondtad, hogy hamukkal? Hát hamvakat csinálok. Te tiszta ketyós vagy. Nyomd el azonnal. Az anyósom nem cigizik. Oh, hála az égnek. De azért kösz. Yes, madam. May I help you? Ma'am, pleased to meet you. Annyira örülök, hogy itt van. François már nagyon aggódott. Csodás pár lesztek. Megyek a szobádba. Tudod miért? A sógornőd? Igen. Akkor itt az idő. Szeretném, ha együtt csinálnánk. Igen, persze. Itt jó hely lesz. Igen, az biztos. Ég veled, mama. Ég feled. Most már vége? Elengedted. Ha valaki elveszti a mennyasszonyi ruháját, az sugall valamit. Nem mond-e semmit? Nem. Imádom ezt a helyet, csodálatos. Hello. Yeah, it's the mariage of my sister. Beautiful. Tetszik. Igen. François is imádni fogja, ha? Nem próbálod meg inkább ezt? Hűha. Na, ez már rendes ruha. Tudod, Indiában a piros a... Az esküvő színe, tudom. Sukramá, sukramá. Én Mukeshez pirosban megyek férhez. Sukramá, sukramá. Hozzám ész egy szélhámoshoz. Mukesh nem szélhámos.
Csak úgy kezelt, mint egy hercegnőt a más pénzéből. Ja, bocs. Fütyülök rá, hogy nincs pénze. Nem izgat. Nem tudom, mi lesz holnap, de boldogok leszünk. Még sosem éreztem ilyen jól magam. A szerelemhez pedig semmire sincs szükség. Semmire. Na jó. Megveszed, vagy sem? Nem tudom. Még egyet megnézhetek? Yes, ma'am. Ez a nap is örökké fog tartani. Még mindig nincs mondani valód? Nem mesélnél Raviról? Nem csaltam meg Françoát. Nem csaltad meg. Sokkal rosszabb. Beleszerettél valakibe. Különben elkésel. Mi a baj? Nagy a baj? Értem. Igazad van. Ahogy mindig. Nem bírom elfelejteni. Az a három nap olyan volt, mint egy álom. Jaj, szépségem. Na jó, erős leszek. Felveszem a ruhámat. És visszatérek a földre. De ezt is akarod? Igazán? Igen. Biztos? Igen. Veszem a ruhámat. Barátok, munkatársak és családtagok. Azért gyűltünk ma össze, hogy Anne és François egybekelését megünnepeljük. Különösen boldog vagyok, hogy állj. Ez a... François, örök hűséget esküszünk egymásnak. És én hű voltam hozzá. Bravo! Rajta szívem, tépd le a láncaidat. Kérlek, szerelmem, ezt nem most. Sosem hittem, hogy a világ másik végén lesz az esküvőm. És hogy aki összead, az beléd van zúgva. És nem hittem, hogy meghívjuk Thierryéket, de drukkolunk, hogy ne jöjjenek el. Tudom, hogy te ilyen vagy. És igen, részben ezért is szeretlek. De ez nekem már nem megy tovább.
Várj, és még valami. Az anyád urnája csak egy másolat. Az igazit összetörtem. Újra kellett csináltatnom. Az anyád a bilvarai piacon nyugszik. Egy csomó indiai és mindenféle árus körében. Egy élettel teli világ közepén. François, ha ma azt ígérném, hogy örökre szeretni foglak, hazudnék. Ennél mindketten jobbat érdemlünk. Ne haragudj. Bocsáss meg. It's okay, it's okay, it's okay. Ott hagytad a ruhádat. Köszönöm. Látom, lett másik. Nagyon szép. Köszönöm. Én is köszönöm neked. Mindent. Hogy reményt adtál, és erőt. És persze el akarok búcsúzni, mert arra még nem volt időm. Búcsúzzunk. Úgy döntöttem, nem megyek hozzá Françoishoz. Tévedtem. Fel kell tennem egy kérdést, amit ha most nem teszek fel, örökre bánni fogom. Leszel a feleségem? Nem. Nem megyek hozzád. De szeretnék minden nap szerelmeskedni veled. És persze, szállodát vezetni veled. Gyereket nevelni. És táncolni folyton. Rendezte Arnaud Mercadier, fényképezte David Kesma. Magyar hangok: Sallai Nóra, Pál Tamás, Dózsa Zoltán, Zakariás Éva, Nyírő Eszter, Lauri Nyecréka, Kardos Róbert, Király Adrián, Kis Erika.
Magyar szöveg Schulz Ádám, hangmérnök Kispál, gyártásvezető Tervócs Nóra, szinkronrendező Balogh Mihály. A szinkron az SPI International megbízásából a Balogh Mix stúdióban készült. Produkciós vezető Balogh Gábor.